Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, harmadszor Losoncról, Csányi Csaba még a vendégünk, és hát elemeztük már a kis foci nagy szív, nagy foci nagy szív, kis pénz kis foci, nagy pénz kérdéseket, és hát ugye ott maradtunk annyiban, hogy volt két Dac Rózsahegy és Rózsahegy Dac meccs, de ha jól tudom, jók az emlékeim, akkor azért a legelején a karrierednek, amikor egy fiatal srác voltál, azért a Dacnál mégiscsak szóba kerültél. Igen, igen, úgy van. 17 éves koromban kellett volna menni Szerdahelyre. Anyum nem írta el a papírokat, mert akkor még mind a két szülőnek alá kellett volna írni. Azt mondta, fiam, tanulj, majd ha megcsinál az iskolát, majd akkor mehetsz, ahova akarsz. Úgyhogy két hétig nem beszéltem vele akkor. És utána mondom, volt a Szerda, volt a Rimaszombat, volt a Rózsahegy, volt Besztercebánya. Szerintem utána Besztercebánya, amikor a Besztercére igazoltam Rózsahegyről, volt szó Szerdahelyről is, volt Szentről is, ugye van utána Bács, de Szerdahelyről is, de akkor Besztercét választottam, mert mindenhol problémák voltak. Besztercé közelebb volt. Sajnálom. Igen, de most ugye van egy vezérszorkoló a Dacnál, ugye? Dohorák Ali Sanyi, közös barátunk, és hát vele osztálytársak voltatok, úgyhogy vele ott sokszor szurkolsz a Dacnak. Mit szólsz ez a parádés kezdéshez? 6-0-6-0. A Zsiarba ugye szerencsésen nyertek, de nyertek, tehát 9 pont. Tehát úgy látod, hogy a Slovan és a Dac között fog eldőlni a bajnoki cím sorsa, vagy ezt még nagyon korai elmondani? Hát szerintem ezt még most nagyon korai elmondani, de minden bizonnyal úgy lesz, hogy a Dac meg a Slovan között fog ez eldőlni, ez egyik dolog. Hát a Dohorák Sanyihoz, a vezérszurkolóhoz 4 évig együtt ültünk egy padba. Nagyon sokat segített nekem, mindig házi feladattal, amikor dolgozatok voltak még ilyen, akkor a Sanyika nagyon sokat segített, ezúttal is köszönöm neki. Szoktam Szerdahelyre járni focira, amikor járunk a nagyfiúk után Pozsonyba, akkor mindig megállunk Szerdahelyre, amikor lehet, járunk Szerdahelyre focira, és annyival leülünk, beszélgetünk. Szeretik oda járni. A páromat is megtanítottam, a fiamat is megtanítottam járni Szerdahelyre, örülnek ők is járni, úgyhogy jó a hangulat, ugyebár szép stadion, ha nyernek, annál jobb. Igen, említetted ugye, hogy van egy kisfiad, és hát egyszerre kaptál még két nagy fiút is, de nem akarok családi dolgokba belemenni. De hát a kisebbik, ugye a közös fiú, igen. Ő tegező viszonyban van a labdával, mint az apu? Tegező viszonyban van a labdával, de nem erőltetünk semmit se, úgyhogy focira járunk. Hány éves? 11. Focizni járunk. Lesz, ami lesz. Meglássuk, hogy mi lesz, hogyan lesz, hogy meg fogja őt, vagy nem. Nagyon nehéz meló ez a foci. Hogyha úgy veszük, hogy igen, akarom, hogy focizzon, de nagyon, nagyon nehéz meló ez a foci. Utána, ha azt veszem, azt nézem, hogy a focistak 30-ba, 35-be kiöregednek, újra kezdik az életet. Hát, akinek nincs erre a valamilyen pénz, akkor szerintem nagyon nehéz. De mondom, a csepp fiamat biztosan fogom ahhoz motiválni, és focizni. Motiválni pontosan, hogy focizzon mindenki. És tanuljon. És tanuljon, persze. Hát hogyan, annélkül nem lesz. Annélkül nem lesz. Tanulni muszáj mindenképpen. Igen, egy picit optimistában akarom befejezni az egészet. Tehát egy kis foci, nagy szív. De hát azért mondjuk meg, hogyha valaki a pályán jól játszik, menedzser nélkül, de valaki beajánlja őt, mondjuk Csányi Csaba beajánl, mondjuk egy Ragyolci vagy Ajnácskői srácot, most hirtelen ez a két fal jutott eszembe a környékről, akkor ezt megteszed, ugye? És gondolom, hogy akkor ki is próbálják. Tehát elsősorban a focistán múlik, hogy eladja-e magát. Hát elsősorban a focistán múlik, mindenképpen. Másodszorban nekem is kell látni valamit ebbe a focistába, hogy akar, ugyebár, tud. Vannak haverok. Többnyire az IFIK-kel, mert én ezelőtt még az IFIK-kel dolgoztam Rimaszombatban, az első ligás csapatokban. Vannak játékosaim, akiket beajánlottam Nyitrára, Besztercére, Podbrezová, Rózsahegy, ott vannak, megütik a szintet.
nem kell szégyenkezni miattuk, úgyhogy ilyen körülmények között játékosoknak tudunk mindenképpen segíteni, de ez nem menedzseri dolog, ez egy kis lökés talás ahhoz, hogy a játékosok jó helyre kerüljenek. És ezt utána ma őnekik kell valamit letenni az asztalra, megmutatni, hogy milyen focisták. Igen, még egy plusz gondolat. Ez nagy álmom az, hogy szeretnék egy ilyen 40 pluszos felvidéki, dél-szlovákiai magyar csapatot kialakítani. Hasonlót már csináltam, de csak csalóközi viszonylatban. És hát ott van egy behívód. Egy hátvéd posztra elvállalod? Elvállalom, köszönöm szépen. Voltam most is, volt a Salgótarjának most februárban egy 100 éves évforduló, és a közös haverunk, a Motyó, ugyebár. Novota Zoli? Igen. Ő is ott volt, ott szerepelt, és Attila és a Ricsi, Attila Domik és a Ricsi Rubin csináltak egy felvidék 40 pluszos csapatot. Na, akkor megelőztek. Megelőztek, de ez teremtorna volt, ugyebár. Na, én nagy pályára gondoltam. Elfogadom, nagyon örülök a meghívásnak, de azt akartam mondani, hogy megelőztünk, de mondom, az nagyon jó akció volt. Salgótarjánban második helyen végeztünk, egy román csapat megvert minket. Vagy Erdély. Döntőbe. Egy erdélyi csapat, bocsánat, megvert minket. Hatos, nem 11-esek, mert ott hatosok vannak, ugye büntető párbajok voltak. Úgyhogy másodikok végeztünk, de szerintem már felvidéknek nem csináltunk semmilyen jó reklámot csináltunk a felvidéki focistáknak. Köszönjük szépen, Csányi Csabát hallották Losoncról, és még lépj a pályára így 40 pluszosan is, mert fiatal vagy és erős. Köszönöm szépen meghívást. Köszönöm. Fogok menni. Köszönöm.